Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Én egy picit lehet, hogy földhöz ragadott módon fogom közelíteni a generációk kérdéskörét. Nyilván nem véletlen, hiszen a szakmák eltérő nézőpontja miatt ez így adódhat. Kérdését, méghozzá úgy, mint ami egyfajta csoportosítási elvet tesz lehetővé. Látjuk, hogy elég egy kép, amiről nagyon sok mindent le tudunk olvasni, és látjuk a generációk eltérő magatartását. Ki hogyan reagál mondjuk egy eseményre? Ki mennyire vesz részt az eseményben? Ki milyen eszközzel és milyen módon látjuk, ha az idős hölgyet csak néz? Látjuk a középgenerációst, hogy próbálkozik valamivel, de kicsit nehezebben. A többiek pedig felhőtlenül élvezik a technika adta lehetőséget. Tehát ha ránézünk egy képre, akkor is láthatjuk, hogy a generációk érezhetően különböző módon működnek, döntenek, viselkednek. Én elég régóta foglalkozom a generációk kérdéskörével, és ebből az úgynevezett valamikori Jankovics Report kiinduló modelléből kezdtem el építeni azt, hogy én hogy gondolkodom a generációkról. Úgy vélem, hogy két alapkérdés van a generációk esetében. Az egyik az a toporszok megállapítása. Hát egész egyszerűen egy olyan szegmentáció, ami nagyon egyszerű. Azt mondom, hogy 30-tól 50 éves korig az egy generáció. És akkor aki oda tartozik, ott van, aki nem, az pedig egy másik generációnak a tagja. De bonyolultabb ennél a helyzet, hiszen a kohorszélmények is meghatározzák a generációhoz való tartozást, tehát gyakorlatilag más szegmentációs elvekhez képest ez a két alapvető meghatározó szempont, ami végül is egy értékorientációt eredményez, és egy viszonylag egységes vásárlói magatartás. Szerintem két probléma is van, amit érdemes megbeszélni. Az egyik biztos, hogy lehet generációkat lehatárolni. Ez egyébként lehet, hogy csak nekem probléma, ezért vagyok kíváncsi arra, hogy más hogyan gondolkodik erről, hiszen ha azt mondjuk, hogy ez a generációs közelítés, ez egy baltával vágott szegmenseknek a világa, akkor az nagyon fontos, hogy hol húzzuk meg a határokat. Én ugye, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, alapvetően ilyen klasszikus generációs lehatárolásokkal foglalkoztam, ami nagyon egyszerű, és persze nyilván azért vagyunk itt, hogy vitassuk, hogy igaz-e, de egyébként eléggé működőképes. Ez azt jelenti, hogy van a fiatal generáció, felismerjük őket, ugye? Ebben a rendszerben általában 29 éves korig tartozóakat sorolunk ide, aztán van a középgeneráció, 30 és 59 évesek, majd pedig azt mondhatjuk, hogy van az idős generáció, és őket is felismerjük, akik a 60 év felettiek. Ez ugye a klasszikus generációs közelítés. Igen, ám, de mit látunk a kutatások során, sőt nem csak a kutatások során, hanem amikor főleg egyetemistákkal, azon belül is levelezősökkel beszélgetek, akik azért már egy picit bent vannak a korba, tehát nem 22 évesek, hanem esetleg 32, akkor ugye döbbenten merednek rám, hogy lehetne az, hogy ő 20 éves korát alig hagyta el, tehát mondjuk 31 és ő középkorú. Tehát, hogy ezt így nehezen vették az emberek. Megnéztük kutatási eredmények alapján, egyébként hogy vélekednek erről az emberek? Hol van a fiatalkornak a határa? És ez ugye egy 2013-as kutatás,
Azt mondják, ha megkérdeztek, hogy 37 év átlagosan, 37 évig még valaki fiatal. Aztán megkérdeztük, hogy mennyire látják a középkorúságnak a határát, azt nyilatkozták, hogy körülbelül 55 év. És érdekes módon, ahogy idősödik a válaszadó, úgy távolnak a határok természetesen, tehát aki 60 fölött van, annak a középgenerációs korhatár az inkább 60 fölött van, tehát ő még szinte nyilván oda tartozik. Erről is vannak külön adatok, de ezt sem tudom elmondani. Tehát szembesül az ember azzal, hogy lehet, hogy ez a 29-30 meg 59-60, ez nem is jó lehatárolás. Méghozzá azért nem, mert nem csak a szubjektív észlelés ad itt problémát, hanem látjuk, hogy növekvő életkor van, látjuk, hogy növekvő az iskolázottsági arány, ami tolja a kvázi fiatal korosztálynak a felső határát, látjuk, hogy növekvő a nyugdíjkorhatár, ami a középkorúságot nyomná még tovább, illetve későbbi munkavállalási időszak van, ami megint a fiatalkornak a kitolása irányába működik. Tehát azt gondoltam, hogy az egy mindenféleképpen egy fontos kutatási megoldás, hogyha megnézzük azt, köszönöm szépen, megnézzük azt, hogy mi van, hogyha engedünk ennek a nyomásnak, és azt mondjuk, hogy a 35 év alattiak lesznek a fiatalok, 35-64 évig megyünk el a középgenerációba, és az idős generáció tagjai pedig 65 év fölöttiek. Nagyon sok mindenki más is foglalkozik ezzel a problémával, nyilván egy ilyen tábla alkalmatlan arra, hogy befogják. Én csak azért hoztam, hogy lehessen látni, hogy sok kutatót foglalkoztat ez a kérdés, és a többség az négy generációban gondolkodik, és alapvetően ugye a fiatalokat szelektálja, csoportosítja, illetve vannak, akik öt generációban gondolkodnak. Maga ez a bizonyos Jankelovics riport készítő cég is egy kicsit revidiálta magát, és már nem három klasszikus generációval, hanem négyel foglalkozik. Nyilván mindenki máshogy nevezi el ezeket a generációkat, vannak visszatérő megnevezések. A Pew Research például a boomereket bontja ketté, ugye a baby boom generációt, fiatalabbakra és idősebbekre, egyébként X generációt és ezredfordulósakat különböztet meg, de mondjuk meg egy BCG-s report pedig pont az év ezredeseket bontja meg két csoportra, fiatalabbra és idősebbre, és úgy vizsgálódik. Tehát mindenre van példa, ha úgy tetszik. Én lehet, hogy nagyon ironikusan, de én média generációnak neveztem el azt a fajta generációs felosztást, ahol a három klasszikusnál többet is kezelünk. Méghozzá azért, mert főleg a fiatal generáció problémáival nagyon sok orgánum foglalkozik, és azért meglehetősen felszínesen, tehát nem mind generáció kutatása, hanem hogy milyen érdekes, hogy akkor mit csinál egy alfa, vagy mit csinál egy Z-generációs tag. A média generációt is meg, annak is látjuk létjogosultságát, hiszen hogyha részletezném, hogy mondjuk a karrierhez való viszony milyen, ugye a baby boomerek a céghez hűek, az X-generáció tagjai hűségesek a hivatásukhoz, de nem a céghez. Az Y-generáció a céggel szeret dolgozni, de a cégért nem. Vagy pedig mondjuk a Z-generáció az ilyen korai karrierépítésben és vállalkozásokban gondolkodik. Tehát látjuk a relevanciáját ennek a fajta megoszlásnak is, sőt, hogy remélem legalábbis, hogy a montázsokkal is érzékelhető, hogy itt van elmozdulás. Mint látom, felhőtlen, jókedvű, technikát imádó, mozgékony generációt. Az Y-generáció az már itt munkába állt és hajt, és problémái vannak. Az X-generáció ugye nagyjából a családnak él. A baby boomerek felfedezik újra magukat, meg a világot, végre elmentek a gyerekek.
a csendes generáció tagjai pedig hát csendesen töltik minden napjaikat. Tehát be tudjuk arányosítani ezeket a generációkat is, de nekem van egy problémám, beszélhet, hogy csak nekem probléma. Én azt gondolom, hogy a generációs közelítés, itt ki is fejtettem, az csak életkor alapján szegmentál, és csak aláhúzza, és picit szoftá teszi a kohorsz élmény a csoportosítást. Viszont, amikor ennyire felosztjuk a generációkat, az én gondolkodásom szerint az életív probléma körébe ütközünk, és az életfeladatok mentén válnak ezek ketté, tehát akkor szerintem el kell dönteni, hogy mit akarunk nézni. Hiszen ha életében gondolkodunk, akkor a gyerekek, fiatalok, életkezdők, családosok, életet újrafogalmazók és szeniorokat különböztetünk meg, vagy legalábbis én ezeket különböztetem meg. Ez azt jelenti, hogy a média generáció kivéve a gyerekeket, de hogyha az alfát is megjelenítettem volna, akkor azok is, de ugyanitt vannak. De ez a felosztás, ez nem életkor alakul, hanem hogy éppen mit csinál az élettel, melyik szakaszában van, benne van az életkor, de a szociális kapcsolatok, az, hogy mi a jövedelem forrása, és főleg ez, hogy milyen élethelyzetben van. Ez egy kitérő volt, de fontosnak tartom, hogy felhozzam. Egy kérdést fogalmaztam meg, hogy vajon, hogyha kohorszokat különféle módon határoljuk le, akkor milyen kutatási eredmények adódnak? Vagyis markáns eltérést kapunk el az eredményekben, hogyha egyik vagy másik felosztást követjük. Ilyen típusú utóvizsgálat számomra nem is kell. Volt három olyan támogatásunk, ahol nagy elemű mintával tudtunk dolgozni, ugye 2000 fős, 18-74 éves személyes megkérdezéséből, 1500 fős, ez egy kicsit rövidebb online megkérdezés, 2000 fős, 18-79 éves személyes megkérdezésű minta. Ezek alkalmasak voltak arra, hogy megnézzük, hogy akkor milyen helyzet az egyes generációs felosztások következtében. Nézzük meg először az értékeket. Szerintem nagyon érdekes, sok minden meg tudtam elmélyedni, mert erre a szimpóziumra készítettük az elemzést, tehát még nem ülepedett le megfelelően, de arra tökéletesen alkalmas, hogy beszéljünk róla, vagy vitatkozzunk róla. Nagyon érdekes nekem, hogyha azt nézzük, hogy a különféle értékek átlagon felüli elfogadásával, hogy tudjuk a generációkat ábrázolni. Biztos az egy statisztikai történet, hogy a középgeneráció az mint egy középen álló, nyilván egy ilyen stabilitást mutató, és a fiatal generáció meg az idős generáció tud leválni a középgeneráció értékeiről. Világos, hogy a fiatal generáció az újdonságok, a kalanda, nem tudom mi minden értéket nagy mértékben vállal. Az idős generáció, ugye ez az alázatos, visszafogott, hagyománytisztelet, becsületesség és egyéb értékeket vállal. És akkor látszik, hogy vannak ilyen közös értékek, ami például ebben az esetben mind a három generációnak az értéke, ez a biztonságos körülmény, környezetvédelem, más emberek meghallgatása. Ha új generációs felosztást nézünk, tehát ugye elcsúsztatjuk 5 évvel a vizsgálati lehatárolást, akkor azt látjuk, hogy picit kiürül az idős generációnak a tartalma, és közös értékké válik a középgenerációval az, ami egyébként előtte az idős generáció értékeinél volt található, a fiatal generáció nagyjából maradt. És akkor, ha a média generációkat nézzük, akkor az látszik, hogy ez a gazdagság, pénz, kreativitás, ez a Z és az Y-nak közös értéke, de ott nincs is már nagyon nagy eltérés egyébként a két generáció között. Látszik, hogy az X az valamennyire külön van, de közösséget tud az Y-nal vállalni,
és a csendes generáció, vagyis a legidősebbek ebben az esetben teljes mértékben különállóan lesznek. Ha megnézzük ilyen részletesebb eredményeket, akkor is látjuk, hogy a fiatal generációnak az egy fontos érték, hogy mi van a gazdagsággal és a pénzzel. És látszik, hogy mindegy, hogy milyen felosztást követünk, akkor is a fiatalabbaknak ez fontosabb, és az idősebbeknek pedig kevésbé fontos. Nem nagyon látunk karakteres eltéréseket, például a vásárlásoknál is sem. Érdekes, hogy itt annyi látszik, hogy a klasszikus generáció esetében ugyanaz a kép van, mint az új generációs megfogalmazás szerint, lefelé picit karakteresebbé válik. Ugye itt látszik, hogy az idős generáció tanulói kevésbé szeretnek vásárolni, mint a klasszikus felosztás alapján. Nagyon egyszerű, nem tervezett választok a vásárlásoknak a kerülése, ez csak az idősebbekre jellemző, és szépen látszik végig, nem látszik jelentős különbséget a közelítések között, vagy ugyanez érdekes módon ugye itt az generáció ki, ugyanígy az akciókeresésnél. De hogyha olvasásról beszélünk, látszik nagyon egyértelmű, kiolvas a generációk közül, nyilván az idősebbek olvasnak, és egyre markánsabb a különbség. A kapcsolattartás módjában nagyon kemény különbségek vannak. Személyes kapcsolattartásban azért hoztam csak ezt a kapcsolati eredményt, mert egyedül ebben az esetben ugrik ki a középgeneráció. Semmi egyéb vizsgálatnál, nagyon sok mindent néztünk, van legalább 100 slide arról, hogy egyébként hogy térnek be a generáció. Tehát a középgeneráció, a személyes, a telefonos kapcsolattartásban is kiúlik, és látszik, hogy mennyire más az élete az idős generációnak az internetes kapcsolattartás, vagy modern technikával kevésbé tartanak lépést. Még egy kérdés van, a kohorsz élmények. Kinek mi a kohorsz élmény? Ugye ez magában foglalja az észleltagságot, tehát hogy hova tartozónak érzem magamat. Vannak közös hiedelmek, viselkedések, közös történetek, és van egy közös hely a történelemben. Erre vonatkozóan most a napokban segítettek a hallgatóim, és megnézzük, hogy mi az ő kohorsz élményük, mert úgy gondoltam, hogy lassan már nem tudom, hogy ki a generáció, milyen kohorsz élményei vannak. Nyilván a technikában nagyon sokféle megoldás, az elektromos autótól elkezdve a telefonon keresztül minden. Történelme a migráció, Obama első fekete elnök és 2001. november szeptember 11. Többé a Harry Potter és a filmé is vannak. Jó, nagyon röviden arról szeretnék beszélni, hogy a generációs kutatásokat én nem csak kvantitatív módszertan, hanem kvalitatív módon is nagyon régóta végzem. 99-ben volt talán az első olyan kutatás, ami élelmiszervásárlásra vonatkozott, és generációs célzattal vizsgáltam. Ugyanez történt, mármint a szemlélet gyógyszervásárlásnál, a házi patikánál, ez nagyon érdekes volt, az öngyógyszerezés kérdéseinél abszolút generációs eltérések vannak. A legnehezebb kutatás az a színekre való asszociációk vizsgálata, ami mindenkit megviselt, nem csak engem, hanem azt is, aki válaszolt, mert volt mondjuk 100 fogalom, tehát azt mondom, hogy öröm, akkor mondjátok meg, milyen szín. Hogy akkor abban van 20% kék, 40% piros, tehát hogy mi. Ez nagyon nehéz munka volt, de 822 négy interjút sikerült megvalósítani, és ennek az eredményét feldolgozni. Az sem volt olyan egyszerű, amikor generációktól a ruhatár lendát kértük. Tehát, hogy hány darab milyen van. Ez is érdekes volt.
vagy a piaci szintek, márkák, és egy sor szóasszociációt végeztünk. Csak olyan gyorsan a színekről, hogy mit kedvelnek leginkább a férfiak, nők, látszik, hogy a zöld elő a kép, ami a legkedveltebb, és amit leginkább elutasítanak a férfiak, azt az a rózsaszín, a nők pedig még a feketét is. Vagy hogy mennyire máshogyan vélekednek fogalmakról generációk. Ugye itt van, hogy milyen színekből áll az egészség, milyen színekből áll az öregség. Van itt egy kis arany. Jó. Asszociációkat csak mondjuk a tanulásra mit mond a fiatal generáció? Tesztorientáció, ugye? Tehát ebben elkezdődnek a tesztíratások, tehát hogy ez a tanulás. A középgeneráció munkahely megtartási kényszert emeli ki. Az életgeneráció mester-tanítvány viszonyról beszél, egészen más. És akkor itt van összesen ugye egy nő, hogyha a fiatal generációhoz tartozik, akkor sok mindene van. Átlagosan 287 valamilyen. Egy férfinek csak 170 valamilyen van. Jelzem. És aki lottó nyereményből költene, a fiatalok nagyon sokat, és a 60 fölöttiek pedig meglehetősen szerények költenek. Vagy milyen szabadidő elköltési asszociáció, amikor a fiatal generáció néz rám a többi generációra. Buli barátok, internet, lázza, ezért filmek, jó. Középgeneráció az ilyen kocsmában megy, tévét néz, olvas. Itt a generáció meg temetőben jár, meg unokákat néz, templomba meg sétál és újságokat. Összességében azt gondolom, hogy a generációs szemléletű vizsgálat az releváns. Tehát mi szegmentációs kiindulópont mindenféleképpen használható csoportokat eredményez. Amblok egyik közelítés sem utasítható el. Tehát, hogy a klasszikus, vagy a új generációs felosztású, vagy a média generációs, nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy másik jobb lenne a másiknál, de pont az egyszerűsége miatt én még mindig azt gondolom, hogy a klasszikus felosztás durva, nagyon empátia nélküli felosztást eredményező módon is jó eredményeket ad. Kétségtelen, hogy kell további vizsgálatokat, főleg statisztikai próbákat végezni, és akkor talán lehet mondani még pontosabb eredményeket. Köszönöm szépen! Hölgyek, urak! Köszönöm szépen Törőcsik professzor asszony előadását, komplex, komprehenzív előadást hallhattunk, viszont az idő is elment. Nem az előadók miatt, elsősorban ők miattuk csak néhány perc, de később kezdtünk, úgyhogy a főszervezőhez fordulok, hogy az idő lejárt. Meghosszabbíthatjuk-e vagy sem? Egy-két kérdés elejéig. Egy-két kérdés elejéig, jó, de egyébként a szünet akkor beszélésre, akkor nagyon elcsúszunk. Jó, akkor 5 percet, ha van valakinek, tessék. Szabadna bemutatkozási kérdés. Igen, kemény vagyok, előbb-utóbb majd sorra kis kerülök, és a jelölés keretében a generációs fogalomról fogok értekezni. Nem meglepő módon ebben fogok kicsit belekötni, talán egy kicsit idatkozni is, tehát nem? Amikor élethív, akár simán életciklusnak is mondanám, az mint egy ilyen alternatív magyarázati modell felvillant egy pillanatra. Valami ilyesmire gondoltam, hogy a generációs hatásokat az lehet, hogy csak most akkor a vita kedvéért szélsőségesen fog fogalmazni, lehet, csak is kizárólag longitudinális kutatásokban lehetne kimutatni. Tehát csak hosszú távú kutatásokban, 10-20-30 éves időtávú kutatásokban lehetne kimutatni. Különben csak életciklus szakaszok közti különbségeket tudunk felmutatni. Lehet, hogy
az X és Y, hogy tehát teljesen egy klasszikus vagy ebben a médiagenerációs modellben utazunk, hogyha megnézzük 30 év múlva azokat, akik most fiatalnak számítanak, hogy amikor mondjuk öregek lesznek, vagy középkorúak lesznek, hogyan fognak viselkedni, hogyan, ugye ezekben a mutatókban megnézzük, hogy mi lesz az ő számuk. Hogyha nincsen eltérés, akkor semmiféle generációs hatás nincsen, akkor csak életciklus volt. Ha van különbség, akkor kéne valami magyarul mondanunk, hogy mi volt itt a generációs különbség. Egy éven belül generációs különbségekről én nem értem, hogy tudtok beszélni. Még van kérdés esetleg? Ha nincs, akkor megkérem, hogy ez azt hiszem a Marihoz szólt, ez a kérdés volt elsősorban, hogy kívánsz-e reagálni? Hát csak egy mondatot. De csak annyit, hogy nyilvánvaló, hogy az lenne jó, hogyha ilyen tudnánk végezni, ilyen longitudinális vizsgálatot. Én nem láttam még ilyen jellegű közelítésű primer vizsgálatot. Tehát valószínűleg azért ez elég macerás, és nem láttam még, de jó lenne. Van rá igény. Akkor majd 20-30 év múlva megkérjük a professzor azt, hogy adja elő is a longitudinális vizsgálatait. Tisztelt hölgyek, urak, akkor ezt a délelőtti szekciót bezárom. Köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm a részvételt.